Egy évvel ezelőtt a HVTV stábja még arról kérdezte önöket, mit szólnak ahhoz, hogy vasárnap zárva lesznek a boltok. Tegnap pedig már arról mondtak véleményt, hogy vasárnap újra nyitva lesznek. A csiki-csuki helyzeten sokan csak mosolyogtak, és azt fogalmazták meg, minden bolt és dolgozó döntse el maga, mit szeretne, hisz most végre erre is van lehetőség. Egy éve bezárták, most újra nyitják vasárnap a boltokat. Az emberek mosolyogva hallgatták kérdésünket. Van véleményük? És ha igen, mi? A vasárnapi újranyitással kapcsolatban. Van persze, van akinek szükséges, kell, van akinek nem. Tehát ez egy kétértelmű dolog. Ennyi a véleményünk róla. Van akinek nagyon hasznos, valóban, van akinek kevésbé. Tiszteletben kell tartani mindenkinek a véleményét. Nekem ez a véleményem. Egyébként túlélték azt is, hogy vasárnap zárva volt. Természetesen túléltük azt is, de akinek ez kedvezőbb, ugye akinek kisgyereke van, azt is meg tudom érteni, hogy ők inkább hétvégén szeretnének vásárolni. Nagyon örülünk neki. Ez az emberi szabadságjogokhoz tartozik. Ne szabja meg senki sem nekünk, hogy mit csináljunk hétvégén, meg hová menjünk. Egyetértünk vele. Nagy hülyeség, mert vasárnap úgy sem, mert senki, meg mindenkinek jó, szabadnak. Igaz? Szerintem a dolgozóknak is kellene a hétvége a családjukkal. Szerintem kellene nekik, hogy boldoguljanak. Mert nekik is van családjuk, én már egy családos anya vagyok, én is megértem. Szerintem kellene nekik. Nekem mindegy, mert én régen éltem abban a korban, amikor ugye még vasárnap zárva voltak a boltok, és nem hiányzott. Most én külföldön dolgozom, ott nincsenek nyitva a boltok vasárnap, és senkinek nem hiányzik. Az az igazság, hogy nekem se hiányzik, hogy nyitva legyen, mert én nem vásárolok annyit. Tehát szerintem mindenki döntse el, hogy maga akar dolgozni, vagy nem akar dolgozni vasárnap. Nem tudom, hogy ez miért jó, meg miért rossz, de hát igazából én nem szavazok mellette. Én jobban éreztem magam úgy, hogy nem volt tömeg az utcán jönni-menni a boltba. Mert ha csak az az előnye, hogy menjen a család kirándulni a boltba, akkor az nem előny. Inkább menjen a család ki a zöldbe, ne a boltba. Nagyon örülök neki, mert dolgozom, és csak a vasárnap az egyetlen nap, amikor egy nagyobb bevásárlást tudok csinálni. Örülök, hogy nyitva vannak a boltok, de végül is a vállalkozókat pedig sajnálom, vagyis a munkavállalókat. Szóval ez ilyen 50-50. Az én szempontomból viszont jó, hogy nyitva vannak, mert én is csak vasárnap érek rá. Hétvégén meccsem van, az általában szombati napra esik, és így egyedül a vasárnap, amikor el tudnék menni bevásárolni. Azt azért én is támogatnám, hogy fizessék meg őket a vasárnapi műszakért rendesen. Végeredményben hozzászoktunk, hogy nincsen, de a dolgozóknak lesz rosszabb, hogyha kinyitják, de amúgy én nem tudom, szóval meg kell mindent szokni csak. És amikor bezárták vasárnap, akkor hát mit szólt? Rosszul esett amúgy, mert hirtelen leszaladunk valamiért, ami nincs otthon, de utána hozzászoktunk, hogy meg kell venni, és kész. Hát nem tudom, végeredményben az az igazság. Egyik oldalam azt mondja, hogy jó, hogyha nyitva van, másik oldalam, hogyha a dolgozókat, meg az embereket nézik, akkor meg nem. Eddig olyan szép csendes volt a vasárnap. Nekem tetszett vasárnap, hogy ilyen csend van. Akkor, amikor bezártak vasárnap, akkor mit gondolt? Nézd, az a helyzet, hogy rengeteg kisgyerekes család van, akik vasárnap szeretnek elmenni a plázába vásárolgatni a gyerekek. Ez mind rendben van, de aki idősebb, mert az már nem nagyon megy el vasárnap vásárolni. Szóval én azt mondom, hogy talán hagyni kellett volna. Az utcaemberét kérdeztük, sokan csak kamerán kívül nyilatkoztak. Kollégám édesanyja pedig rátapintott a lényegre. A nyaralóknak nincs hétköznap és vasárnap. Ők szeretnének vásárolni. Szoboszlón pedig igen-igen sok turista van.